Anvazó Szerdával új sorozatot indítottunk, címe Közelkép. Ennek keretében szeretnénk bemutatni a Plébánia kis közösségeit, munkacsoportjait, hogy egy-egy ilyen csoportban milyen élet zajlik. Ennek kapcsán köszöntelek most benneteket, Erika és Gábor, akik a házas hétvégés csoportunk legfiatalabb tagjai vagytok. Kérlek szépen először meséljetek arról, hogy hogyan kerültetek kapcsolatba ezzel a csoporttal egy ismerős házas pár hívott meg bennünket, és részt vehettünk az első házas hétvégén, utána meg a idővel, alkalmakkal vettünk részt, és ez jó lehetőség. Nagyon jó, hogy éltetek ezzel a lehetőséggel, és már van egy pici tapasztalatotok is. Ezzel kapcsolatban pedig Gábort kérdezem, hogy egy-egy ilyen alkalmon, amit úgy is szoktunk nevezni a dialógus csoport, egy-egy ilyen alkalmon igazából mi történik? Valóban pici tapasztalatunk van ebben a témában, hiszen egészen pontosan egy ilyen alkalmon vettünk részt, mivel ahogy említetted, mi vagyunk a, társaság legfiatalabb, legújabb tagjai. Ezen az alkalmon tulajdonképpen volt egy ilyen bemutatkozás, mivel mi a két másik házas párt nem igazán ismertük, illetve csak így mondhatjuk látásból volt ennek egy ilyen rövid bevezetője, ahol, ahol már a idézőjelben hivatalos programot készítettük elő, egy, egy konkrét témában kellett dialógust írnunk, amit, amit utána megbeszéltünk először a házaspárok egymással, utána pedig közösen is kikértük egymás tanácsát, véleményét. Utána pedig volt egy ilyen kötetlenebb része, egy agapé, rövid beszélgetés, amíg a gyerekeink nem jelezték, hogy igénylik a szülőket, és haza kellett mennünk. De, de mindenképpen egy, egy nagyon pozitív élmény volt Én ez a számunkra, és már alig várjuk a következő lehetőséget. Nagyjából havonta találkozik a csoport, nem csak a ti kis csoportotok, hanem a többi is, ami így a plébán ilyen működik, ugye egy idősebbbe Csoportunk is van, illetve középkorú csoportjaink is vannak. Még azt kérdezném befejezésül, hogy ti magatok valójában miért is tartjátok fontosnak, hogy legyen egy-egy ilyen házas csoport a plébánián az egyházközségben? Én úgy érzem, hogy a családok így a figyelme még jobban összpontosul egymásra, egy másik formában is, és ez meghatározó. János? Én két dolgot emelnék ki. Ez egyik az, hogy, hogy, hogy az, hogy egy házaspár hogyan tudja a kapcsolatát ápolni és fenntartani, az jó értelemben véve nem magánügy. tehát teh nekünk egy óriási élmény volt azt látni akár az első házas hétvégén is, de akár itt a csoportban is, hogy, hogy más házas párok is szánnak erre időt és energiát, hogy, hogy segítsenek bennünket, illetve hm, hagyjuk azt, hogy mi is tudjuk őket segíteni ezen a, az úton, illetve maga a házas hétvégés program, tehát az a, az a hm, programrendszer, amit erre kidolgoztak, az, az azt kell mondjam, hogy nagyon jó hétköznapokban is alkalmazható tippeket, trükköket, nyújt ahhoz, hogy, hogy egy, egy házas pár a hétköznapokban is tudjon foglalkozni a lelki életével. Akkor ehhez adjon nektek erőt az Úristen Minden mindennapok sorozatában, és nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltátok ezt a tanúságtételt. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.